Épp, jó estét! Személyes érintettséggel szeretném kérdezni, hogy mikor lesznek tájbanon a választások? A fiamat kiküldik három hónapra, január 1-től izguljak. Amennyire, ha jól emlékszem, 24 elején. Talán nem is január, de február vagy március. És akkor biztonságos ott tájbanon vagy? Hát addig mindenképpen, amíg a választások le nem mentek. Nagyszerű. Nézze, én, én, én őszintén nem látom azt, hogy Kína most mozdulna. Szerintem a kínai vezetés azért bölcsebb, mint az orosz vezetés volt. Tehát nyilván látják a nehézségeket egy támadó háború mivel jár a mai világba. A támadónak nehezebb, most nyilván önt nem fogja megnyugtatni, de én amennyire tudni lehet, a kínai haderő jelleg még nem képes arra, egy olyan, ez sokkal bonyolultabb egyébként, mint egy szárazszölli támadás. Tehát itt egy partra szállást kell végrehajtani. Persze lehet egy blokád is, tehát nem akarom nagyon, nagyon belemenni, de Kína jelenleg valószínűleg erre nem képes. A kínai flotta nem érte azt a fejlettséget el, a kínai légérő se érte el ezt a fejlettséget, és nincs miért. Tehát, hogyha nagyon negatív eredmény születik a kínaiak számára, akkor se hiszem, hogy kikiáltják azonnal a függetlenséget. Tehát én nem, én nem aggódnék, bár, bár nyilván a jövőben nem látunk, tehát ezt kéne sajnos magunkévá tenni, hogy ne, ne legyünk magabiztosak, de szerintem ez, ez most még nem probléma. Lehet, hogy 2027 után, amikor állítólag Kína eléri ezt, ugye nem látunk bele, amikor tényleg a képességeket elérik állítólag ez a céldátum, akkor utána már nem biztos, hogy a legbiztonságosabb hely Tajvan, főleg akkor, hogyha egy olyan vezetés van, ami a függetlenségre próbál törekedni. Jó, csak azért izgulok egy kicsit, mert a fiam betett a lábát, három hónap múlva kitört a háború. Akkor Most mondanák, hogy ne jöjjön haza, de inkább azt... <haz> Köszönöm, üdvözlöm Önöket, németnél, Magyar Éva vagyok, és azt szeretném kérdezni, hogy Robert ugye mindig elmondta, hogy a hábor, Izraelnek a háború vagy a három célja van, az egyik ugye a Hamasznak a megsemmisítése, és ezzel kapcsolatban egy olyan kérdésem, hogy sokan mondják, többek között Földi László is, hogy a Hamaszt nem lehet megsemmisíteni. Na most ezzel erről szeretném megkérdezni a véleményüket, mert ugye, hogyha meggondoljuk, akkor most a tuszok cserébe, hogy kiengedik a, a, börtönökből a rabokat, vagy fogvatartottakat, azok is nyilván radikalizálódnak, gondolom, és azok a palesztin gyerekek is, akik mondjuk árván maradtak, mert a szüleiket ebben a háború, ugye, meghaltak, ők is valószínűleg, tehát így gyakorlatilag a Hamas nem nagy lehet megsemmisíteni, a valószínűleg, hogy oda fordulnak. És ugye, mivel ugye Izraelt nagyon támadják a mértékletesség, meg az ilyenek miatt, ugye, hogy, hogy ez miatt hosszabb ideig fog tartani a háború, vagy ez miatt esetleg befejezik. Hát nyilván, hogyha a Hezbollah is beszáll, vagy egy eszkalál, eszkalálódik, akkor nyilván más a helyzet. A véleményüket szeretném. Köszönöm. Hogy válaszoljak erre a, először a a, a Hamas, mint minden terrorszervezet több síkon működik. Az egyik egy nyilván egy, van egy olyan fajta szervezet, amit kifejezetten katonai feladatokkal foglalkozik, ezt lehet katonai szárnak hívni. Ennek a megsemmisése relatív egyszerű. Tehát ez, ez áll fizikai infrastruktúrából, tehát fegyverraktárakból, kiképzőhelyekből és parancsnokokból. Őket viszonylag egyszerű felszámolni. Nagyjából tudják az izraeli titkosszolgálati szervek, hogy kikről van szó. Szóval nyilván nem ismernek mindenkit, de ennek a, ennek a rétegnek a likvidálása és szándékosan használva ezt a kifejezést, az nem lehetetlen. Az alkaidának is sikerült a működését minimális szintre csökkenteni, amikor egyrészt az Al-Qaida-hoz köthető szervezeteket felszámolták, másrészt pedig Osama megölték. Tehát gyakorlatilag a Hamaszt azt meg lehet semmisíteni, ha mondjuk egy másik terrorszervezetnek a példát, a sri lankai tamil tigriseknek nevezett, sokszor nagyon vicces egyenruhákat öltő terrorszervezet volt, amelyik a tamiloknak a tamil területek függetlenségért harcolt Sri Lankán, és őket is a sri kormányzatnak egy összetett stratégia mellett sikerült megsemmisíteni, a maradékot pedig sikerült béketárgyalásokra sikerül rákényszeríteni. Tehát azt hiszem, hogy ez egy ez egy rendkívül idealista gondolkodás vagy gondolat, hogy nem lehet egy terrorszervezet felszámolni, föl lehet, megfelelő mennyiségű erő alkalmazásával. És utána maradék, az választhat, hogy folytatja az értelmetlen harcot és meghal, vagy pedig valamilyen szintű kompromisszumot fog keresni. Tehát én azt hiszem, hogy ez a, egyébként úgy nevezik ezt a megoldást, hogy az erőcentrikus megközelítése a felkérésen és műveleteknek, ez működik. Csak ez megfelelő mennyiségű erőt kell felmutatni, és hogy a Robi is említette, itt a megfelelő erőben nincs hiány. Köszönöm. Robi, hallottad ezt? Igen, abszolút. Elnézést kérek, ezben volt egy légiriadó, át kellett mennem itt a, a biztonsági szobába. Nem, bocsánat, én nem teljesen értek ezzel egyet, mert mások a körülmények. Tehát, ugye Gázát nem hiszem, hogy Izrael úgy tudja uralni, ahogy, ahogy 2005 előtt tette. Egy ilyen háború után nagyon nehéz lesz kézben tartani az egész övezetet, ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy szerintem, az, tehát ugye itt nem csak egy terrorszervezet a Hamas, hanem annál azért több. Tehát állami funkció is vannak, illetve sokan nem, egyébként nem Gázában vannak a vezetők, egy jelentős része nem Gázában vannak, aki Törökországban, aki Katarban, uh -huh. tehát... A, a, mondjuk azt, hogy a katonai infrastruktúrát azt föl lehet számolni. Ha mindent megtalálnak, az összes fegyverraktárat, fegyvergyárat, vezetési pontot fölrobbantják, azt, azt, újra kell építeni. Ezt a helyzetet kezelni lehet szerintem évekre, hosszú évekre, és nyilván Izraelnek ki kell építeni egy olyan védelmi rendszert Gáza körül, amit nem tudnak áttörni. De az, hogy Gázában ezt a ideológiát, ezt a ezt a gondolatot, mert mondom, itt ideológia, meg gondolat is van, teljesen megszüntessék, az szerintem nehéz. Mondom, az nagyon jó, hogy bármint vette az infrastruktúrát, mert azt tényleg fel lehet számolni, illetve politikai eszközökkel lehet megszüntetni egy ilyen, vagy legalábbis kezelni egy ilyen szervezetet. Észak-Írországban 30 éven át az IRA, sőt nem a 30-et, 1920 óta gyakorlatilag működött. Gyakorlatilag még ma is működgetnek a, a különféle e, e, szárnyai, de nincs olyan nagy erőszak, miért? mert politikai eszközökkel sikerült kezelni. Tehát ott van egy hatalom megosztás a Kírországban de az Ira nem tűnt el, nem számolódott föl. Ott van a, 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 a utcákon nem látni, de lehet, hogy a pincékben még ott vannak időnként. Tehát én ezt kicsit másként látom, de nem is ez a kérdés, hogy föl lehet-e számolni, vagy nem. Mindent meg kell tenni azért, hogy Izraelt akár egy vagy két évtizedig ez ne fenyegesse, és hát ha, ahogy mondtam, menedzselni kell a válságot, nem mindig a megoldásra kell törekedni, csak arra, hogy ne legyen a követ, belátható időben fenyegetés. És ezt szerintem meg lehet csinálni, hogy jóval kisebb legyen a fenyegetés. Jó napot kívánok, Topol József vagyok, köszöntök mindenkit. Robert, örülök, hogy nem egy márka van, négyes vagy ötös, becsörömpöl, <laughs> ugye? Két kérdésem lenne, az egyik kérdésem az, hogy láttam az izraeli katonákon ezt a hálót, ez, ez valami, mi a csodára szolgálva, álcázás vagy valami, ez az egyik, a másik pedig a, Muszatot, az nem, nem kell azt mondani rá, hogy egy rossz kémszervezet vagy egy felelős szervezet. Szerintem nagyon is jó ott vannak a toppon, de azt nem bírom megérteni, hogyha egyszer tudjuk azt, hogy a hamasznak a főnökei hol vannak, ugye a különböző arab országokban, miért nem lehet őket likvidálni, vagy attól tartanak, hogy a túlszokat nekiállnak kivégezni. Ezekre a kérdésekre válja meg tisztelő válaszát. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a kérdést, elnézést kérek, hogy az előbb kimentem, de volt itt egy légiriadó, és ilyenkor át kell menni a biztonsági szobába. Hát ami az első kérdést illeti, az a, az a vicces turbánás sisakokon, azt úgy is hívják, hogy turbán tulajdonképpen ennek az a célja, hogy megváltoztassa a sisaknak a formáját. Tulajdonképpen egy álcázó, álcázó eszközről van szó. És a, a hagyományos álcázás az általában úgy történt, hogy volt egy háló a sisakon, és abban beledugdostak mindenféle leveleket, meg hasonló dolgot. A probléma az, hogy egy, egy olyan területen, mint például a sivatag, ahol nincs, nincs, természetes növényzet, akkor hogyan törjük meg a sisaknak ezt a, ezt a hagyományos vonalát. Tudjuk, hogy a természet az borzad a szabályosságtól. Hogy látunk valami nagyon szabályos dolgot, akkor a általában az egy emberi, vagy egy emberről van szó, vagy egy emberi kéz munkájáról. És a célja ennek a, ennek a ennek a, a turbánnak az, hogy megváltoztassa a sisaknak a formáját, egy teljesen random formát kreál, és ezzel, amikor valaki kidugja a fejét egy fedezék mögül, akkor akkor nem az a klasszikus sisakforma jön elő, amire mondjuk egy mesterlövész már eleve vár, hanem valamilyen más szabálytalan formát látunk ö, ö, a, a szemünk előtt, ami, ami, ami megtéveszti az ellenfelet ez pont olyan, mint ahogy például egy mesterlövész, vagy bármilyen másik dzsungelharcos az arcát befesti, úgy, hogy aszimmetrikus legyen, aszimmetrikusá tegye az arcának a formáját, mert ez a szem, meg az emberi arcnak a formája, az egy olyan dolog, ami bele van vésve az elménkbe, és ezt keresünk állandóan a harc szintére. Viszont, hogyha ezt a szimmetriát megbontjuk, akkor ez megnehezíti az észlelést. Tehát ez a, ez a célja ennek a turbánnak. Ami pedig a, a második kérdést illeti, hogy miért nem ölik meg a Hamasnak a vezetőit. Tehát először is megölték a Hamasnak a vezetőit. Kezdjük Ahmad Yassin sejkel, megölték Hellfire el egy helikopteres támadás során. Abdelaziz Antisi, aki, aki a, aki a, a Yassin sejket fölváltotta, ugyanilyen módon likvidálták. Haled Masát megpróbálta megölni a Mossad Jordániában egy méreg befecskendezésével, ott nem sikerült ez, a, ez az akció. A Hamasznak egy másik vezetőjét e, ma pohott, e, Abu Dhabiban ölték meg szintén, szintén méregnek az alkalmazásával. Tehát látjuk azt, hogy van egy ilyen célzott likvidálási hadjárat, ami ezt kicsit bonyolultá teszi, azt ugye a Hamas tulajdonképpen három lábon áll. Az egyik az a Hamas vezetőség, ami Gázában van, és itt főleg Jehiesin Váról beszélünk, Mohamed Defről, aki a vezérkari főnöke Hamasnak, ezek mind érdekes figurák. Mohamed Defre még, 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 még jó magam is vadáztam a 90-es években, mikor még fiatal volt és bohó, akkor még nem hívták Mohamed Defnek. Az igazi neve az Mohamed el Masri, az egyiptomi Mohamed. Tehát régi ismerősök vagyunk, ők, 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 ők Gázában vannak. Van, van a Hamas vezetőségének egy részében, az izraeli börtönökben van, és ők nyilvánvalóan nem lehet őket likvidálni, mert a mi felelősségünk alatt vannak. És a Hamas egy a, a harmadik rész, a harmadik lába, ami a Hamas áll, ez a külföldi Hamas. Ők ott vannak Damaszkuszban, ott vannak Beirutban, ott vannak Isztambulban, ott vannak Katárban. Tehát ez a Hamasnak a vezetősége, nem lehet egyszerre megsemmisíteni az egész társaságot akik a döntéseket hozzák per pillanat, az a, az a, Gázában állomásozó Hamas vezető vezetőség, a már említett eh, Sinwar, Muhammad Def, Sinwarnak a testvére, Muhammad Sinwar, aki a a, a Hanyuneszi dandárnak a parancsnoka, gyakorlatilag a Pretoriánus gárdának, a, a Hamas Pretoriánus gárdájának a parancsnoka, és van néhány kisebb tisztviselő, ők még Gázában vannak valószínűleg, és a, a szerintem Izrael mindent megtesz, hogy őket likvidálni. Látjuk azt, hogy két légitámadásban sikerült likvidálni a Hamas katonai vezetésének egy jelentős részét, és egy másik támadásban pedig a politikai vezetésének. Tehát azt a tisztviselőt, aki, aki, akit a Hamas miniszterelnökének hívnak, sikerült likvidálni többek között, és sok más magasrangú tisztviselőt is, és ez a háborúnak a része, háborúnak a velejárója, és ez, ez az előfeszítés tovább fog folytatódni. Szakács István vagyok, szeretnék Demko kérdezni. Hallottam, hogy a Balkánon járt kell Az ottani helyzettel kapcsolatban szeretnék érdeklődni, mert úgy tudom, hogy robbanásig feszült a helyzet. Mindenképpen köszönöm a kérdést. Mindenképpen egy szintén egy meglehetősen instabil térség, és ez ráadásul közelebb is van hozzánk, mint a közel-kelet. Azért annyi pozitívum van, hogy ott van a térségben még a NATO, tehát Koszovó az, az egyik nagy probléma, tehát ott magyar csapatok is vannak egyébként. De ott, ott azért tényleg ott azért voltak olyan pontok, amikor félni lehetett attól, és haltak is meg emberek. Ugye volt egy incidens a koszovói biztonsági erők és szerbek között, ahol voltak halottak is, hogyha erre utal. És lehet látni Montenegróban is az instabilitást, hiszen a montenegrói népességnek egy nagyon jelentős is, a szerb. És ugye ott is lesz majd egy cenzus, tehát egy, egy népszámlálás, és most attól tartanak Montenegróban, hogy mi van, ha kiderül, hogy több a szerb, mint a montenegrói, és akkor esetleg ők követelni fogják. Ugye volt 2006-ban egy népszabadás, amivel Montenegró elszakadt Szerbiától, hogy követelik esetleg azt, hogy térjen vissza a szerb ország. Anyaország, ugye a hogy ezt meghalanák, hogy anyaországnak neveztem, akkor lehet, hogy legközelebb nem köszöntenének ilyen, ilyen melegen, mint most nem ország, tehát Szerbiával egyesüljön. Ugye a Montenegro egyébként a Oroszország után a legrégebbi független szláv állam, ugye több független szláv állam nem volt, amikor ugye eltűnt Lengyelország erre az időszakra beszélek, hiszen a törököktől meg tudták védeni magukat egy nagyon harcos nép, és ez a harcosság azért megjelenik a mai belső konfliktusokban is, tehát a szerpártiak, meg a montenegróiak között van egy feszültség, akik magukat montenegrinnek, tehát montenegróinak gondolják, vagy ez az identitásuk. A templomokon ott vannak a szerb zászlók, montenegróban, montenegrói zászló nincs, mert ugye a szerb ortodox egyház zé a templomoknak a túlnyomó többsége, és hát ebből is volt egy komoly probléma, hogy akarták a templomok egy részét elvenni az egyháztól, ez nyilván nem egy túl demokratikus intézkedés, Ukrajnában is óriási feszültség van egyébként ebből az egyes egy egy egyházak között. Tehát van Montenegroban is egy probléma, akkor ott van Bosznia. Ugye a Republika Szerbska az három éven át harcolt, hogy ne kelljen, három és fél éven át harcolt, hogy ne kelljen Boszniában élni a szerbeknek. Ez a területnek a 49 a hát ők azért nagyon szeretnének távozni Boszniából, Egyelőre, amíg az Európai Unió és a NATO elég erős, hogy a fedő rajta tartsa a kezét, addig a fedő meg, -meg remeg, de nem robban föl. De hogyha valami olyan történik, ami elvonja az USA figyelmét, és itt ugye mondtam azt, hogy az USA a kerítés köztünk és Oroszország között, különösen a balti államok és Oroszország között, tehát itt is a USA ereje a kerítés. Tehát nem a magyar békefenntartók állítják majd meg a problémát, hanem az USA ereje, meg a szerbek is tudják, hogy mire képes az amerikai légierő, ugye megtanulták 1999-ben. Na most, ha ez eltűnne, akkor ott lenne Bosznia, Koszovó, valamilyen szinten Montenegro, és még lehet probléma Macedóniában is, Észak-Macedóniában is, 30 a 30%-a a népességnek az Albán. És ugye őket nem kérdezték meg, ez ismerős a magyar történelmből is, hogy milliókat eltanácsolnak egy határral az országuktól, vagy már nem az ő országuk. Ugye ott ők a török birodalom keretén belül vilajetekben éltek, és egyszer csak azt vették észre, hogy Bulgáriához, majd, majd Szerbiához, majd pedig Jugoszláviához tartoznak. Tehát ott is van egy feszültség. Macedóniában most nem voltam, de amikor legutóbb voltam, és elmentem Ohridba, akkor hogy 30 kilométeren át nem láttam egy darab macedón zászlót se de Albánt annál többet. Tehát ezek a, ezek a kérdések ott vannak a Balkánon, a demokrácia nem oldotta meg ezeket a kérdéseket, ugye az volt, hogy a demokrácia mindent megold, demokratikusan se akarnak oda tartozni, mondjuk Macedóniában szélesek a kisebbségi jogok, tehát de ez nem oldotta meg azt a kérdést, hogy nem igazán gondolkodnak az albánok. Ott, van egy nagy albánia vágy, és ez főként egyébként pont azoknál az albánoknál van, akiknek nem saját államban élnek. Tehát Albániában keveset beszélnek nagy albániáról, Koszovó már többet, de legtöbbet Macedóniában. Tehát egy nagyon problematikus térség, nagyon vegyes a fejlődése, de mindenkinek ajánlom, hogy menjen el, mert gyönyörű Montenegró is, és Albánia is rendkívül vegyes képet fog látni, tehát amikor a balkán szót használjuk, a pejoratív része is, meg a pozitív része is igaz, tehát az utakon azért felkészült sofőr legyen, aki, aki, aki vezet, mert volt olyan, hogy eltűnt az út, és egy fahídon kellett át, átdöcögni, ez most nem a mostani úton volt, egy előző Montenegrói út, ami azért Magyarországon nincs, meg volt olyan, hogy a egyik oldalon a a sziklafal, a másik oldalon meg a mélység, és két autó között egy centi. Tehát, de viszont amit lát az ember, az tényleg pazar. Tehát egy, egészen elképesztően szép tájak vannak Montenegróban és Albániában is. Ahogy mondani szoktam, addig kell elmenni, amíg ki nem tör a háború. Tehát Egyiptom, Jordánia, Albánia ajánlott. Bár Albániában nem lesz háború szerintem, tehát Albánia stabil. De Koszovó, Észak-Macedónia és Bosznia ott... Nem gondolom, hogy háború lesz, de nem zárnám ki hogy biztonsággal. Jó estét kívánok! Márfi Zoltán vagyok. Nekem egy teljesen más kérdésem lenne az urakhoz. Ugye mondták, hogy nem nagyon szeretné megvédeni Európát senki sem. Ez a bevándorlásnak is köszönhető, gondolom én. Kérdésem, demográfia, mennyi ideje van még Európának, amíg át nem fordul teljes mértékben? Tehát nem lesz Európa európai. Köszönöm a választ. Köszönöm a Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Erre pontos számok nincsenek. Azért nincsenek pontos számok, mert ahogy nem lehet említeni egy támadónak, ugye legutoljára Írországban volt egy támadás, amikor egy bevándorló embereket ölt és meg, illetve eddig megsebesített, hál' nem halt még senki, úgy tudom. Akkor, akkor nem tudjuk a pontos számokat se. Ugye hivatalos számok vannak, Németországban van egy ilyen szám, hogy a, a jelenlegi német lakosságnak úgy emlékszem, hivatalosan 23 a született Németországon kívül. De ebben nem csak a, a muszlimok vannak benne, vagy a, a néger, vagy egyéb mondjuk így klasszikusan bevándorlónak tartott lakosság, hanem benne vannak azok a, a magyarok, a délszlávok, ukránok, lengyelek, stb. akik oda költöztek. Tehát itt azért van egy, van egy ilyen torzító hatás. Én úgy gondolom, hogy a saját tapasztalatunk is azt mutatja, de nem csak a saját magyarországi tapasztalat a cigánysággal, hanem a határon túli magyaroknak is a tapasztalata hogy az a kisebbség, amelyik 10 alatti arányban él egy területen, az nem látszik. Ha 10 fölötti számról beszélünk, akkor már látható, és akkor onnantól kezdve vannak a többségnek kisebb-nagyobb problémái vele. Most ezt, hogy ez magától van így, vagy hogy genetikában most nem menjünk bele. Tehát én úgy gondolom, hogy mostanra az Európában lakó alapvetően problémás bevándorlók, akik ugye jelentős és illegális bevándorló aránya az olyan, olyan 10-12%-ot érhet el körülbelül. Ez egy ilyen nagyjából egy ilyen művelt, művelt sac, Tehát, hogy, hogy nincs nincs pontos számunkra, és már most látszanak a problémák, amiket generálnak. Hosszabb távon az európai őslakosság alacsony termelékenységi rátája miatt ez problémát fog jelenteni, de most inkább a problémát szerintem az agresszív és az európai gyengeség és az agresszív viselkedés okozza, nem a lakosság aránya. Ha most erről beszélni, vagy hosszabb távú előzést kéne adni, azt mondanám, hogy szerintem 20-30 éven belül drasztikus változás várható, de most még ez a probléma abból a szempontból kezelhető, hogy akik itt vannak, meg lehet nekik tanítani az európai viselkedést. És Ugyanaz a fajta integráció megkérdőszett Európában is, ami, ami megtörtént Magyarországon, hogy talán mi magyarok vagyunk azok, bár ennek nem néztem után, de mondjuk akkor föltök olyan sorol népcsoportokat, akiket a magyarság integrált. Ilyenek a kunok, ilyenek a jászok, és gyakorlatilag több ilyen esemény is volt. Például a, a betelep, vagy a Németországról betelepített svábok, vagy a felvidékről átelepített szlovákok. Én békés Csabán beszéltem olyan emberekkel, akik először szlovákul tanultak, mégis magyar hazafiak voltak teljesen. Tehát gyakorlatilag, ha ez a fajta koncepció Európában is megszületik, ebbe azért van egyfajta kulturális vonzerő, van egyfajta kényszerítő hatás, és van egyfajta felismerés a kisebbség részéről, neki megéri ez a folyamat. Ha egy idáig eljutunk, akkor nem lesz baj, ha nem jutunk el, akkor nagy baj lesz. Egy, egy, gondolat, tehát attól függ, hogy mik a trendek, tehát mik a bevándorlási trendek. Ha nem nőnek ezek, tehát ha nem nő a bevándorlás, nagyon nagy mértékben, tehát nem 10 millió kérkeznek, hanem mondjuk milliós nagyságrend per év, akkor azért ez a, ebben az évszázadban nem történhet meg egy országban se. Hát, Svédország az rezeg, tehát Svédországban talán a legnagyobb probléma, hogy teljesen többségi legyen a bevándorló társadalom, persze ez nem egységes, tehát amit bármit mondott, az teljesen igaz, tehát nagyon sok helyről jönnek. És ezek egyébként nem arról van szó, hogy egységesen állnak szemben a többségi társadalommal, van, aki kiválóan beilleszkedik, tehát Hallottak önök kínaiak által végrehajtott terrormerényletről, vagy vietnámiak által? Vagy itt Magyarországon 30 ezer kínaival élünk együtt 30 éve, semmi probléma. Párizsban azt mondják, hogy az egyik legbiztonságosabb rész a kínaiak által a kínai negyed. Mert ott nincs gond. Tehát nem a bevándorlással van gond, mint egész, hiszen vannak olyan népcsoportok, akik tényleg könnyen be tudnak illeszkedni, szorgalmasak, dolgoznak, és vannak olyan népcsoportok, amelyek egészen kult, arról van szó, hogy alsóbb vagy felsőbb de nem ezt mondom, csak más a kultúra. Másban nőttek fel. Tehát, de ha már problémákat nézzük, hogy melyek a problémás országok, Svédország a legnagyobb, van a legnagyobb bajban, és ezt saját maguknak csinálták teljesen, egy pár év alatt oldották meg, így mond a következő évszázadukat, és ezt mondják is, tehát már az, amikor a szociáldemokrata a svéd miniszterelnök asszony volt, mert bele is bukott, mondja azt, hogy naivak voltunk, naivak voltak. Tehát nem hiszem, hogy ez gonoszság egyébként, olyan előre eltervezett nagy elmélet, de meg ez egyszerűen naivak. Azt hitték, hogy bejön valaki, és akkor majd öt év múlva svéd lesz. Nem lesz, és minél többen jönnek egy adott országból, annál kevésbé lesz. Svédország, Franciaország, Belgium, ezek az országok vannak. A legnagyobb bajban azért Németország is rendkívül igyekszik felsorakozni hozzájuk, tehát a komolya, komoly a verseny. Mindenkinek egy filmet ajánlanék, az Aténa című francia alkot, Athéné című francia alkotást, ez bemutatja, hogy milyen problémák lehet. Nem kell ehhez, hogy nagyon komoly társadalmi probléma legyen, nem kell ehhez többség. Ahogy, ahogy, egy 10% az már bőven elég, mert nem 10% helyileg. Uppsala, tavaly voltam Upszalában, ban korán égetés egyebek, küzdelmek, megnéztük, elmentünk Uppsala külsőre, ahol 100%, 100%, 100 a nem európai lakosság az adott város negyedbe, ráadásul Svédországban ugye, 10 kilométerre van a belvárostól az adott város negyed, tehát egy fél óra kimenni busszal, tehát még a fizikai távolság is megvan, és ez látszik Franciaországban is, hogy külön városnegyedekben negyedekben élnek. Milyen integráció lesz így? külön városnegyedben, külön törvényekkel gyakorlatilag a rendőrség, amikor belép ezekbe a negyedekbe, Franciaországba láttuk, nem mondom a filmben is, kiválóan látható, hogy ha nem is tüzérséggel, de tűzijátékkal várják őket, és ha valakit közelről eltalál egy tűzijáték rakéta, azért azt nem köszöni meg. Tehát a rendőröknek katonai művelet bemenni bizonyos városnegyedekbe ma Franciaországban. Nem holnap, meg nem 30 év múlva, hanem ma. Tehát ez probléma. Én szeretnék, szeretnék, egy kérdéssel válaszolni a kérdésre. É, emlékszünk rá, hogy a 80-as évek végén, ha jól emlékszek, Szálmán Rusdi megírta a, 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 sátáni verseket. És akkor erre a, a Homeini ajatolla kivetette rá az egyházi játkot, és felszólította az összes létező muszlimot, hogy meg, meg kell ölni Salman És az Európa fölháborodott ezen. És az európai értelmiség kiállt mellette, védelmet kapott, az európai társadalom mondjuk úgy fölzárkozott mellette. Most fölteszem a kérdést, mi történne, ha ma adná ki Salman ezt a könyvet Európában? Egy, nem adná ki. Kettő, az európai értelmiség kivetni magából, és azt mondanák rá, hogy iszlamofób, meg nem tudom, mindenféle, mindenféle borzalmakat kiabálnák rá kiabálnának rá, ha valamilyen szamizdott formában kiadná a könyvet, a szerkesztőséget, a könyvnek meggyilkolnák a, könyvkiadót, meg a szerkesztőséget, lángolna Párizs, lángolna Uppsala, lángolnának Európa nagyvárosai. Mit akarok ebben mondani? Hát amivel a, 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 az úr, aki föltette a kérdést, a jövő idővel kapcsolat, jövőidőben időben tette fel ezt a kérdést. Szerintem ez már megtörtént. Ez már megtörtént. Tehát Európa megváltozott, gyökeresen megváltozott, ott, ahol Szálmán Usté nem tudja már kiadni ezt a, a, sátáni versek könyvet, az már nem Európa. Az egy teljesen másfajta Európa. Tehát azt hiszem, hogy ezeket a ezekről a dolgokról nem jövő időben kell beszélni, már múlt időben. És ahogy ezt annak idején Batior írt egy könyvet Eurábia címen a 80-as évek elején, és akkor mindenki azt mondta, hogy a hát soha nem lesz 50%-nál nagyobb é, Muszlim bevándorló, bevándorló többség Európában. És akkor Bati Orrera azt mondta, a szerzőjére azt mondta, hogy nincs a szükség. 10 már egy 10% alatti militáns kisebbség is képes átalakítani teljesen a, 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 a publikus teret, mondjuk úgy az életét, a kultúráját Európának. És hogy a, a Szalmán félde, féle, féle példával bemutattam, Európa teljesen átalakult. Mivel én ne, nem, élek, nem élek Európában, érzem azt, ellátogatok egyszer egy évbe, kétszer egy évbe, Egyre, egyre rosszabb lesz a helyzet. Európa egyre kevésbé európai. Brüsszelben voltam ez év márciusában, és én utoljára ezelőtt húsz évvel voltam Brüsszelben. Ez nem ugyanaz az ország, ez egy teljesen más országot találtam Brüsszelben. Jó estét kívánok, én Langer Ágnes vagyok, és Orovethez lenne majd kérdésem, de először szeretnék a Bálintnak gratulálni a Krekó Péterrel folytatott vitájához. Brilliáns volt. Köszönöm szépen. A Roberthez pedig azt a kérdést szeretném feltenni, vagy Robertnek, hogy az áprilisban a Győrben tartott előadásán beszéltek a távol keletről, illetve arról, hogy a távol kelet lett most a nagyhatalmaknak a fő hadszintere, és hogy Európa harmadrengő hadszintérré vált és hogy a Belgium, a belga síkságtól az Oroszország szívéig terjedő észak-európai síkságon lehetnek ezeknek a harmadrangú, ezen a harmadrangú hadszintéren a nagyhatalmaknak a csatái. Ezeknek azt is megemlítette, hogy ennek egyik gyújtópontja lehet a migráció. Ez milyen formában képzelhető el polgárháború, nemzetek közötti háború, és milyen időintervallumról beszélünk? Köszönöm szépen a kérdést. Kicsit zavarba hozott ebben a kérdést, amikor az ember a saját gondolatait, így, 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 az emberek a saját gondolatait visszapatintják, akkor néha nehezen ismeri föl őket, de megpróbálom, megpróbálom, megpróbálom megválaszolni a kérdést. Én, én, azt hiszem, hogy a, a csendes óceáni hadszintén, a Pacific a régió vált a, világ geopolitikájának a központjába, és nem, nem, véletlen az, hogy az összes nagy hatalom láttuk ezt Oroszország esetében, láttuk ezt az Egyesült Államok esetében, és lát, kisebb hatalmak esetében is, mint például Magyarország, látunk egy ilyen szándékot elfordulni a nyugati orientációból a keleti orientáció felé. Tehát én azt hiszem, hogy van itt egy a, a tömegek bölcsessége, amikor mindenki ugyanabba az irányba fordul, akkor úgy látszik, hogy van benne valami. Azt is láttuk, hogy az első hidegháború alatt az első hidegháborúnak a meleg csatáit a, a, másod meg a harmadrangú hadszíntereken vívták meg, és nem a fő hadszintéren, és ebből, 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 a feltételezésből kiindulva valószínűsítem azt, hogy a, a, a második hidegháborúnak a meleg csatáit is a, a, a nem az első, első rendű hadszintéren fogják megvívni. Már csak azért sem, mert tudjuk pontosan, mi lenne a következménye a világgazdaság számára, hogyha a tájvani e, Csipgyártás kiesne mondjuk e, gyakorlatilag pótolhatatlan lenne, tehát sokkal egyszerűbb ezeket a csatákat megvívni Ukrajnában, mondjuk, mint, 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 Tájföld, mint bocsánat, mint, mint Tájban alsón. Tehát ez, ez, a, ez a kérdés, ez a válaszom a kérdés második részére. Ami a kérdés harmadik részét illeti, sokkal, szerintem sokkal valószínűbb az, hogy a konfliktusok Európában elsősorban belső konfliktusok lesznek az országokon belül, ilyen polgárháborús konfliktusok lesznek. Már látjuk ezeknek a polgárháborúknak a csiráit. Az imént beszélt róla úgy Bálint, mint Attila ezeknek a, ezekről a kvázi polgárháborús, mini polgárháborús helyzetekről Uppsala külvárosában és Párizs, Párizs külvárosaiban. Tehát már látjuk ezeknek a, ezeknek a a, a polgárháborús ö, ö, forgatókönyveknek a csíráit, és ami számomra a legagasztóbb az, hogy a választások eredménye egyre inkább meglepnek minket Európában. Tehát volt egy holland választás, mikor a, a választások eredményei megleptek minket. És voltak más hasonló választások is. És nekem az a benyomásom, hogy a, a, a nyugati demokráciában az emberek egyre kevésbé merik fölvállalni a világnézetüket, a politikai véleményüket, és ez az egyetlen, egyet, egyetlen szituáció, mikor az ember őszinte mer lenni, és lemeri tenni a voksát, az ott, ott történik meg, ahol leteszi a voksát. Nem meri, egy, egy közvéleménykutatónak soha nem mondaná meg azt, hogy mit gondol, viszont mikor, mikor ott van egyedül a cetlikkel szemben, akkor, 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 elmondja, kimondja a frankot, hogy magyarul mondják, és az új magyar nyelven, és, 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 akkor látjuk, hogy mit gondolnak valójában az emberek. Nekem volt egy nagyon érdekes személyes tapasztalatom, nekem van egy rokonom, aki Németországban él, és egy, egy egy értelmiségéről van szó, meleg az életvitel, a környezete, minden, ami, ami körülveszi, predestinálja arra, hogy egy, egy, progresszív, a progresszív világnézetet valljon. Mikor leültünk borozni Tel Avivba, a negyedik pohár bor után egyből kijött belőle a, 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 az alternatíva Németországért. A, a progresszív hamburgi értelmiség, értelmiségiből szépen lassan kibújt. A, egy megfelelő mennyiségű pohár bor után kibújt belőle a, az alternatíva Németországért. Tehát én ettől tartok, hogy a, 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 a a hamu alatt van egy parázs Európában, amit nem látunk, mert a, egyszerűen nem akarjuk látni, vagy a, a, a nem akarják ezt bemutatni nekünk, a politikai elitnek próbálja azt hazudni nekünk, hogy ez nem létezik, és ette csak az, arc, az robbanhat ez a valóság, és ezek a meglepetések, amit Hollandi, ez a meglepetés, ami Hollandiában történt, ez csupán a, 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 kezdete az európai meglepetéseknek. Tehát én azt hiszem, hogy Európa két pogány között fog örlődni, vagy két malomkő között fog örlődni. Az egyik az, az importált malomkő, a másik pedig egy frusztrált helyi malomkő, azok az emberek, akik úgy érzik, hogy elveszik a kontinensüket, delegitimizálják a, a, az értékeiket, és fogjuk látni a, a, a szélső a megerősödését nem csak Németországban, hanem Európa más, más, más régióiban is. Jó estét, Horváth Zoltán vagyok, és én is Robert C. szeretnék kérdezni. még pedig mennyiben változott a Mossad megítélése a Mossad helyzete annak tudatában, hogy mi itt Európában évtizedek óta a Mossadot az első számú titkos szolgálatnak tartottuk a világon talán. Ezt ugye főként azzal alapozták meg, amit a náci vadász tevékenységükkel végeztek annak idején a második világháború után. Most viszont egy olyan brutális támadást nem jelzett előre a Mossad, ami ugye több ezer rakéta kilövését jelentette Izrael államra, amellett pedig egy szárazföldi betörést is Izraelre. Ez hogyan lehetséges? De igen, könnyű kérdés, mert a mozadnak a megítélésén ez nem változtatott semmit, mert ez nem az ő felelősségük. Nem az ő felelősségük. Tehát tisztába kell lenni abban, hogy Izraelben van három nagy hírszerzési szervezet mondjuk úgy, az a legnagyobb ezek közül, lehet, hogy most mitoszokat döntök, döntök, fel, de a legnagyobb ezek közül a katonai hírszerzés. Mivel az országra néző fenyegetéseknek a nagy része katonai fenyegetés, a katonai hírszerzés nagyságrendekkel nagyobb, és nagyságrendekkel fontosabb, mint a, mint a belső titkos szolgálat, a sinbét, sokkal fontosabb a Mossadnál is. Sokkal, sokkal fontosabb a katonai hírszerzés. Ez egy nagyságrendekkel nagyobb szervezet, és a, a nemzeti hírszerzési kértékelésnek a a, a, a megbízottja, aki ebben meg van bízva, az a katonai hírszerzésnek a parancsnoka. És a, a, a Mossad meg a Sinbet indultak még szervezetek az izraeli közösség, hírszerző közösségen belül. Lehet, hogy ez sokakat meglep, de a katonai hírszerzés messze a leg, leg, legpotensebb, legerősebb és a legbefolyásosabb hírszerző szervezet, és ez elsősorban az ő kudarcuk volt. Ez az egyik dolog. A, a másik, másik, szervezet, amely drámaian kudarcot vallott itt, az a Sinbet, a, ők a, a, közösségen belül, ők felelősek a palesztin dossziért, mondjuk úgy, ők a palesztin szakértők, és ők az ő felelősségük lett volna az, hogy egyrészt humán forrásokból származó human információt hozzanak. Ez elsősorban az ő feladatuk, a hadseregben is van egy párhuzamos alakulat, de ez elsősorban a Simbetnek a feladata lett volna. A Mossadnak talán az egyetlen feladata ebben az egész, a Hamas dossziéban, az az, hogy a Hamasnak azokat a fe -fe vezetőit fedjék le hírszerzésileg, akik az ütköző államokon túl élnek. Tehát Katárban élnek, Törökországban élnek, ezeken a helyeken élnek. Őket kellett volna a külföldi, a, a külföldi hírszerzésnek lefedni, a Mossadnak lefednie, és esetleg fölépni ellenük negatív módszerekkel, hogy nálunk hívják, kezdett célzott likvidálásokkal. Tehát nekik a, a Mossadnak specifikusan igen-igen kis szerepe volt ebben a kudarcban. Ez elsősorban a katonai hírszerzés, és másodszorban pedig a, a, a Simbétnek a kudarca volt. Köszönöm szépen. Hajmási Péter vagyok, és robert szeretnék kérdezni. Beszélhetnénk Héberül is, 9 évig kinnétünk, de maradjunk a magyar nyelvnél. 2005-ben mentünk mi ki, úgyhogy a gázai kivonulásnál kim voltunk, második libanoni-izraeli háborúnál kim voltunk. A mostani helyzetet abból látom talán nehezebbnek, hogy mi a véleményed róla, mert ugye Kint tegeződik mindenki, úgyhogy megmaradnék ennél, hogy az éjszakról, akár reillati szállodákba leköltöztetett, ott élő embereknek a megélhetése, visszatérése, tudom, hogy az államtól kapnak valamennyi támogatást, de az mire lesz elég, mikor tudnak ők esetleg visszamenni. Az éjszakon, valamint a gázai vezet mellett lévő kibucokban megtermelt zöldségek, gyümölcsök leszedése is óriási problémát okozhat a későbbiekben termény hiány véget. Valamint az, hogy mennyire éli meg kudarcnak, a, vagy akár te is, vagy az izraeli közvélemény azt, hogy a Hamasnak Mégiscsak sikerült sikereket elérnie azzal, hogy a tűzszüneti tárgyalásokkal szórakoztak az országgal, mert késő este engedték át a megígért túlszokat, egyért cserébe hármat kaptak, valamint a, ez a párnapos tűzszünet alatt is ugyanúgy lőttek ők be rakétákat, tudomásom szerint, akár is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a kérdést, hát megpróbálom röviden megválaszolni, ne vegyem el a, a kollégáktól az időt. Röviden ez a helyzet fönt, nem hosszú távon nem lehet fenntartani ezt a helyzetet. Tehát az a helyzet, hogy van körülbelül 300 ezer belső menekültünk az országban, és azok, ezek a határvidékek elnéptelenetek, ezt egyetlen állam se tolerálná. Tehát ha olyan feltételeket kell teremtsünk, hogy úgy a Gáza melletti lakosok vissza tudjanak térni, mint a libanoni határ mellett lakó lakosok vissza tudjanak térni az otthonaikba, kerül, amibe kerül, ez teljesen mellékes. Teljesen mellékes, és ha nem lehet diplomáciai eszközökkel megoldani ezt, akkor Izrael meg fogja oldani katonai eszközökkel. A, van, itt egy, van itt egy paradoxon. A, a, az, a, az néhány évvel ezelőtti hadműveletekben az egyik legfőbb visszatartó erő az volt, hogy Izrael nem akart katonákat veszíteni. Van annak egy óriási előnye, hogy úgy kezdesz egy háborút, hogy elvesztettél 1500 embert. Akkor még 100 katona, még 200 katona, az tudom, hogy ez borzalmasan hangzik, amit mondok, de teljesen más proporciók, teljesen átírta a proporcióit ennek a háborúnak. Tehát ez, ami, ez az egyik dolog. Ami a másik, másik kérdésedet illeti, kérdésedet illeti a, a, hogy hogyan éli ezt meg Izrael, én azt hiszem, hogy É, Izrael számára ez egy, ez egy elsősorban, egy, van, itt, van itt egy lélektani gyógyulási folyamat, aminek le kell zajlania. Tehát először is van egy bosszúvágy, amit ki kell elégíteni. Tudom, hogy az Európában rosszul hangzik, de ki kell mondani, mert ez a közel-kelet, és itt a vérbosszú a király. Tehát van egy bosszúvágy, amit ki kell elégíteni. Van a, a, az önbecsülésnek egy, egy, egy komoly, csorba, komoly csorba esett az önbecsülésén a, a, ennek, a, ennek a nemzetnek, és komoly eset az önbizalmán is ennek a nemzetnek. Tehát ezek olyan dolgok, amiket ha nem fogjuk helyreállítani, akkor nem lesz, akkor az esélye sincs a, béka a békének a palesztinokkal a későbbiekben. Tehát csak egy olyan Izrael tud békét kötni a palesztinokkal, amelyik biztos, biztos magában, biztos a saját képességeiben, és nem ijednek a saját tárnyékától. Hogyha mondjuk történik valami, és ezt a háborút itt, itt és most befagyasztják, akkor az gyakorlatilag meg az esélyét annak, hogy bármilyen jobb rendezés, keletkezze, mert egy, egy fajta ir a érzés fog megmaradni. A, a, az izraeli társadalom állandóan azt fogja keresni, hogy ezt a csorbát kiköszörülje, és ezt előbb-utóbb ez be fog következni előbb be fog következni, ez kicsit egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen trianon érzést fog, fog kreálni Izraelben, és hogyha ezt, ezt most, most ez, ez, ez a, lélektani megtisztulási folyamat nem fog, nem fog, nem fog é, lefutni, mondjuk úgy, tehát nem fog, nem fog kielégülést találni, akkor a, a jövőnek semmi, egy békés jövőnek semmi esélyét nem látom. Ami pedig a tuszokat illeti, azt hiszem, hogy Izrael teljesen tisztában volt avval, hogy a, a, a tuszok kiszabadítása egy sokkal-sokkal fontosabb dolog, mint, 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 mint a bosszú vágy. Tehát én azt hiszem, hogy az élet mindig előbbre való, mint a halál, különösen a zsidó hagyományban, és a foglyok kiváltás ez egy bibliai parancsolat. És megnyugtathatok mindenkit, hogy a közel-keleten egyetlen egy dologból nincs, két dologból nincs hiány. Az egyik az olaj, a másik a háború. Tehát, aki háborúzni, akar. az... A háború mindig meg fogja találni, semmi probléma. Ezeknek a túszoknak az élete veszélybe van minden percben, amit ott töltenek, és ne felejtsük el, hogy van 19 nő még mindig a Hamas fogságában, közülük 10, 12 vagy 13 fiatal nő. El lehet, el lehet képzelni a, a folytatását ennek a gondolatnak, és én azt hiszem, hogy mindent meg kell tenni, hogy ezeket a túszokat kiszabaduljunk. Megölni az ellenséget bármikor lehet. Tehát gyakorlatilag 19 éves korom óta ebben élek, és valószínűleg a lányaim is ebben fognak foglalkozni, mikor már nem leszek itt. Tehát ellenségből soha nem lesz hiány, háborúból nem lesz hiány, viszont a tuszokat ki kell szabadítani. Az élet előbbre való, mint a halál.